Dr. Dányi László új könyvének témája a rendszerváltás utáni időszakra fókuszál, és egészen napjaink politikai életéig követi az eseményeket. Központi témája egy az Antal kormány és Ukrajna közötti szerződés, valamint annak későbbi hatása országunkra. Az író elmondása szerint hasonló területen nem készült témafeldolgozás az elmúlt 27 évben, mert a könyv által feszegetett problémakörök igen kényes természetűnek bizonyultak a történelem során. Ebben a témakörben egyetlen munka nem született 27 év alatt, nem, mert akkor mind a hat párt megszavazta a parlamentben, 39 képviselő kivételével, és rendkívül kínos mind a hat pártnak. Eddig elhallgatták ezt a súlyos nemzeti kérdést, májkató nemzeti kérdést. Az érdeklődőket Herceg Tamás a Csaba Gyöngye igazgatóhelyettese köszöntötte, és ismertette Dányi László munkásságát. Az író nem tétlenkedett, hiszen legutóbbi könyvét tavaly decemberben mutatták be, legújabb könyvét pedig még átjárja a nyomda illata. A könyvbemutatón felszólalt Raffai Ernő történész is, aki többek között forrásként is szolgált a könyvhöz, valamint személyes történeteivel mutatta be a rendszerváltás utáni politikai hangulatot. Tehát nagyon furcsa, az egész térségben egy nagyon recsegős, ropogós, inogó politikai és biztonságpolitikai, tehát katonai helyzet kezdett kialakulni. Na már most, jó magam, még utoljára, ha megengedik, egy mondatot mondok, inkább kettőt magamról. Én két cél miatt léptem annak idején a politikába, Szegeden az MDF jelöltjeként, és Apró Antalt választottam, Kádár apró tögei közül az aprót váltottam a képviselőházba, és két célom volt, egyik a kommunizmus megsemmisítése, a másik a magyar határok kiterjesztése a történelmi határokig. Ezt akkor így megmondtam Szegeden az MDF-be, és így indítottak, most ebből nem lett semmi. Dr. Dányi László a fiatalabb korosztály figyelmébe is ajánlja a könyvet. Megírásánál törekedett arra, hogy a nyelvezete minél egyszerűbb legyen, és minél többen megértsék. Minden könyvemben erre törekszem, hogy világosan fogalmazni, és úgy érzem, hogy sikerült, tehát nem nehéz olvasni, az biztos, arra törekedtem, lehet olvasható. Az író nem zárkózik el a gondolattól, hogy amennyiben megoldható, a kötetet a közoktatásba is beépítsék.